Ez a Rádió Ér értágító című podcastje. Hallgassatok ránk bárhol, bármikor. érhangja.ro/rádió Mindenkit szeretettel köszöntök, a mikrofonnál Rupárcsics Judit Csilla, és ez itt egy újabb értágító, és hát nem ülök egyedül itt a Rádió Ér stúdiójában, hanem érdekes, kedves vendégül velem szembe, vele fogok beszélgetni, és arra kérem, hogy pár szóval mutatkozzon be, a nevét azt elárulom, a Székelyhidiak zöme valószínű, hogy ismeri, Medve Ferencről van szó, és méhészetről, méhekről fogunk beszélgetni. Köszöntöm szeretettel a stúdióba. Így van, köszöntöm én is a rádióval, kedves rádió hallgatókat. Medve Ferenc vagyok, főállásban méhészettel foglalkozom. Ez a szinte az egész életemet kitölti. Egy olyan foglalkozás, amivel annak idején, amikor gyerek voltam, megismerkedtem és beleszerettem. A Székelyhíd szülötte. Milyen volt itt Székelyhídon gyereknek lenni? Hát nem az a, mint most. Tehát egészen más volt gyerekként. Rengeteget játszottunk lent a patakpartján, ami a legelőtt válasz el a Malom utcától. Úgymond a Malomárok, vagy én nem is tudom, ez hogy milyen háromnak hívják, de rengeteget időt töltöttem barátokkal, készítettünk ilyen, vagyis hát én főleg készítettem, de voltak így kollégák, akiket készítettem, vagy más játszópajtásokat is készítettünk ilyen vitorláshajókat, és akkor azokkal kergettük ott a vizen ezeket a kis csónakokat, úszódarabokat. Hát én pontosan emlékszem, hogy gyerekkoromban mikor találkoztam először méhecskével, ráadásul itt Székelyhídi a történet. A Malom utcában voltam nagymamám egyik barátnőjénél, nagymamámmal, és málnása volt, és a málnás előtt óriási zöld gyepszőnyeg, ahol én cigány kerekeztem, és bizony bele tenyereltem egy méhecskébe, és volt nagy ordítás. Ön hogy találkozott először a méhekkel? Hát én is legelőször talán annak idején még a strandon találkoztam, akkor én azt hiszem beleléptem, de nem ez volt az a találkozás, ami az első szerelemre rángoló találkozás volt, hanem volt egy osztályfőnököm, aki úgy hívtak, hogy Dán, aki Domokos Dénes, egy tornatanár volt itten Székelyhídon, és ő neki volt egy olyan 34-37 körüli családszáma, és ő annak idején, ugye nagy divatja volt annak idején ezeket a köröket építeni, ilyen építőjellegű matematika kör, földrajzkör, stb. És akkor ő először épített egy ilyen méhészeti kört, ahol hát főleg az osztálytársakkal voltunk, de aztán lefaragódott ez a kis csoport. Én mondtam a tanár úrnak, hogy én szeretnék evel továbbra is foglalkozni, és akkor ő egy helybeli méhészhez irányított, Szűcs Lajos bácsihoz, aki egy olyan 60-60 pár néhány éves volt, akkor ő még aktív méhész volt, tehát főállású méhész volt az erdészeti hivatalnál, és ő hozzá irányított, mert ők barátok voltak, sokat tárgyaltak. Ő egy nagyon felkészült méhész volt, mondhatni Bihar megyei szinten, sőt, talán még országos szinten is nagyon felkészült. Volt előadásokat is tartott, azt hiszem még hol is, Budapest mellett Gödöllőn is tartott egy előadást méhészetről. Hát akkor nagyon jó mesterhez került, és akkor igen, fiatalon, hát hány éves volt akkor? Hát még nem voltam 14 éves, tehát még nyolcadikos derekán, tehát nyolcadik vége fele akkor került ez úgy célegyenesbe, hogy én ezt szeretném csinálni.
és akkor nem is, talán hetedikben. Hetedikben, mert a nyolcadikban már el voltam készülve, hogy én megyek. Bukarestben volt egy egyedüli intézményként egy iskola, akinek a fő profilja méhészet volt. Ott volt a kutatóintézet mellett, és én oda próbáltam meg felvételizni, csak hát elég gyenge volt a román tudásom, és sajnos ottan kiestem, de Nagyváradon volt a válogatóvizsga, és akkor én ott maradtam, én oda beiratkoztam Nagyváradra, tehát ott maradtam 2 évet. Akkor ez egy technikum volt, úgy nevezték annak idején? Technikum, igen, mert technikum. 4 éves volt végül, és szakirányú képzés is volt, majd később szakiskolát is indítottak, én majd 10. után, hogy elvégeztem a 10. én akkor ezt meghallottam, és akkor édesapám segítségével beiratkoztunk Bukarestbe a szakiskolába. És akkor tulajdonképpen van egy ilyen diplomája, hogy végzett méhész? Persze, hát akkor sokkal tágabb, nagyobb tudástárral töltötték fel a diákokat szakirányú képzésben. Tanultunk ott a növényekről, állattanról, tehát maga az anatómiájáról, biológiáról, méheknek nagyon sok irányú. Tehát tulajdonképpen ottan csak a másfél év alatt 6 hónapot töltöttem, ami nagyon intenzív tanulmányi rendszer volt kialakítva, és azt tanultuk. És mikor kezdett el tevőlegesen méhekkel foglalkozni, már úgy, hogy emlékszik az első méh családra, mert ugye, mondom, nekem nagyon kevés tudásom van erről a szakmáról, de hát akkor vannak kaptárok, és akkor abban él egy méh család, és akkor onnan jön a méz, ugye nem a mackónak a barlangjából szedjük össze. Igen, hát Lajos bácsi az nagyon próbálta az embereket stimulálni, akik őt körülvették, hogy hát neked is adok egy-két rajt, és akkor próbálkozzál, aztán adott mellé egy olyan, amilyen kaptár, de el voltak benne, hát ugye én nem hordtam őket, úgyhogy nem sokat használódott el a kaptár, és akkor nekem is volt egy motiváló tényező, hogy én amellett, hogy nála dolgoztam, akkor nyaranta, az első nyarat az például nála dolgoztam, sose felejtem, 150 elejes heti díjam volt, és reggel 7-től este azt hiszem 6 óráig dolgoztam, tehát még 14 éves se voltam, vagy nem voltam még 14, akkor töltöttem be a nyár végén a 14-et, és tehát ott dolgoztam nap mint nap, tehát még szombaton is dolgoztam, talán a vasárnap a szabad volt, de ott 6 napot héten. És akkor 150 lej volt ennek a díjazása. De akkor az nem volt olyan nagyon-nagyon kevés pénz, én úgy emlékszem, hát hányas évekről beszélünk? Hát 85-86. Hát olyan sok se volt, de hát egy diáknak hát azért megteszi. Ez egy gyári fizetés volt, 1800-2000 lej körül, vagy például egy mezőgépész már akár 2006-7-et is keresett egy aratás idején. Tehát ez nem volt egy rossz pénz. Főleg az, hogy én már úgy egy fiatal ember, hogy már saját költsége is van, tehát tud költségvetést is tervezni. Tehát az már úgy saját pénz volt, amit úgy akár el is költettem. És akkor hogy alakult ebből az a... Tulajdonképpen most azért van több méh családja, ugye? Hogyha jól tudom, hát igen, ezzel foglalkozik. 170 körül van. Lehetne több is, én nem mondom, hogy nem lehetne, de értelmetlennek találom, mert rengeteg. Tehát van a méheknek egy olyan életciklusa, ahol nagyon felfejlődnek, és ottan rengeteg a munka, ott az a 3-4 hónap azért ottan oda kell tegye nagyon magát az ember, és akkor én úgy érzem, hogy itten már nem tudnám annyira oda tenni magam, ha ennél több lenne. Így is elég ketten a párommal. Érhangja.ro/rádió. Nem is kevés ez a szám, ez a 172, és azt mondja, hogy ketten csinálják a párjával, és hogy 3 hónap, de mi is ez a munka? Hát régen, hát Lajos bácsi nekünk úgy tanította, hogy nekünk augusztus végén, 15-e körül kezdődik tulajdonképpen az év.
akkor zárul, akkor kezdődik. Tehát onnan már indulunk a telelési időszakba. Ez egy nagyon fontos felkészülési időszak, mert ezen múlik, hogyha attól függ, hát régen még azért még más, valahogy egy kicsit keményebbek voltak a telek, egy kicsit másabb volt a tél. Most sem mondom, hogy ez a puha tél, vagy lágy tél, ez könnyebb lenne, mert például most ez a késő őszi, nyári ősz, ez annyira megviselte a mélycsaládokat, hogy rengeteg bogárállományt elveszítettek, mert hát ők kirepülnek, mert hát süt a nap, egy-két virágot még találnak, de viszont hirtelen lehűl a levegő, és akkor ott maradnak a virágon össze-vissza. Vagy kimennek, bármilyen tevékenységi formát ugye meg tudnak csinálni kint, hamar lehűl az idő, és akkor egy része az állománynak ugye minden nap ott maradt. Ez tartott körülbelül egy hónapon. Hát most ha 20-30 bogarat elveszít már naponta, azért ki lehet számolni, hogy ez szép, szép kopás egy pár ezres állományból, ami tulajdonképpen a telelő részt lenne egy mély családnál. Mennyi egy mély családnak az életciklusa, vagy hogy változik ez? Hát nyáron az például egy intenzív hordásnál egy olyan 35-45 nap között szokott lenni. Hogyha a telelő bogarat számoljuk, ott úgy kell képezze magának egy barna zsírtestet, ami egy ilyen fehérje tulajdonképpen, amiből táplálkozik a méh, és el tudja indítani a tavasszal a következő generációnak a betáplálását. Tehát ez, és amennyiben ezzel nem bőségesen rendelkezik, ha nincs elég virágpor ősszel, akkor bizony nem tudja elindítani, nem lesznek kövérek a méhek, és nem tudja elindítani a tavaszi fejlődést. És ezért nagyon fontos, hogy egészséges és jó kondícióban lévő bogarakat tudjunk betelelni a telelő részbe. És ottan már viszont egészen a váltás április 15-éig, 20-áig is eltart. Tehát sőt, még szinte az akácra is vannak telelő a bogarakból, ha olyan a nem annyira intenzív a tavasz. És akkor én ezt úgy képzeljem el, vagy úgy zajlik ez, hogy akkor fogják a kaptárukat, fölpakolják egy szállítóeszközre, és akkor elviszik a méheket legelni? Vagy nagyon nagy hülyeséget kérdeztem most? Nem. Igen. Hát én főleg a legeltetéssel, de vannak, akik nem álló méhészetekben gondolkodnak, mert nem engedi se a munkájuk, se az idejek, se a lehetőségek vagy tehetségek. Ez egy nagyon, tehát a legeltetés, főleg én egy ilyen 240 kilométerre hordom el őket, és ez egy nagyon intenzív időszak, mert őket csak este. Tehát este bezárjuk, és akkor ottan már kiengedhetjük őket, de este lehet bezárni. Mint a tyúkok beülnek a kaptárba, és akkor lehet szállítani. És akkor mennyi időt töltenek egy ilyen legeltetés alkalmával? Hát én már tavasszal kiviszem őket repcére, tehát az már nem a telelőhelyen zajlik. Ez egy ilyen március vége, attól függ, hogy mikor nyílik a... Sőt, még március, de március elején is van, hogy kiviszem, mert nyílnak a füzek, ahol nagyon jó virágpor lehetőségek vannak, ami megdobja a tavaszi fejlődésüket. Akkor jön a repce, akkor kiviszem őket, zömébe akkor már mindegyikén van, vagy ha nincs, akkor már ott kell legyen valahol körbe a vetés a telelőhely körül. Utána, ha kell, akkor a következő, már akkor elviszük az akácra, ha nincs a repce mellett akác, jobb esetben. Utána még egy akácot, sőt az idén, vagyis a tavaly harmadik akácon is részt vett egy csapat bogaram. Ilyen 40-50-es létszámokra bontam őket, és azokat szoktam szállítani. Van egy kis teherautóm, és akkor azokat úgy szállítom. És akkor elviszi oda, ott hagyja őket, vagy ott kell belük lenni? Általában olyan helyekre pakolom be, ahol szemmel vannak tartva. Nem mindig, de azért fent a hegyekben van egy ilyen morális tisztelettudás, hogy annak a tulajdonát becsülni, tisztelni kell. Ahhoz általában nem nyúlnak hozzá. Tehát nagy jobban biztonságban tudom tartani őket fent a hegyekben, vagy a dombságokon,
mint itt helyben. Itt már azért most három napja voltam kint, és már az egyik kaptárt valószínűleg felborították, mert vaddisznónyomot nem láttam, hogy neki rohant volna, de a kaptár fel volt borulva. Úgyhogy már van egy... Sajnos az idén már egy így kezdődött. Ez valamely konkurencia, vagy csak véletlen lehet, vagy valamelyik rossz kölök lehet esetleg, aki fölborította a kaptárt, de hát nem is tudom, hogy erre ezen kell-e gondolkodni. Nagy kár lett? Azt majd meglátom, még élnek. Tehát megáztak, jó vizesek lettek a keretek, majd tavasszal meglátjuk. Tehát ez március 10-éig, míg meglátjuk, hogy tudnak váltani bogarat, vagy nem tudnak váltani. Tehát ez addig dől el majd, nem most dől el. érhangja.ro/rádió Én mindig is kíváncsi voltam, és most föltehetem a kérdést, és választ is kapok rá, hogy lesz a méhekből méz. Tulajdonképpen, mert ugye beszéltünk eddig kaptárról, méhcsaládról, bogarakról, 40 bogár, egy család, hogy lesz tulajdonképpen belőle méz. Azt is tudom, hogy elmennek és összeszedik a virágport, és bele teszik a lépbe, vagy hogy lesz ebből méz? Igen, hát a méhek, a virágpor konkrétan az arról szól, hát tulajdonképpen a növények a megporzáshoz használják fel a méhet, ugye oda csalogatják a virághoz, hol színekkel, hol illatokkal, hol pedig, hogy bőséges nektár forrással próbálják oda csalogatni, és a megporzást ők végzik azáltal, hogy egyik virágról átmennek a másikba. Na most a méhek, azoknak egy a testek ilyen szőr borítja, amit a hátsó lábokon található kis kefékkel össze simogatják, összekefélik, és van egy kis kosárka, ahova beragasszák ezeket a kis virágporszemcséket. Az beviszi a kaptárba, és akkor az bele tömködi, beleejti a lépbe, és az bele tömködi, bele döngeli a fejével a lépnek az aljába, a fenekébe, a méhsejtnek a fenekébe. A nektár az pedig járulékos, ugye ők azért mennek, főleg azért hordjuk olyan növényekhez, amik bőséges nektár forrással csalogatja a méheket, és akkor egy ilyen 30-40%-os függő nagyon sok mindentől, hogy milyen sűrű ennek a cukortartalma ennek a nektárforrásnak, de már 20%-os cukortartalomtól már érdekli a méheket, és akkor ezeket van egy kis szipóka, kiszívja a nektárt a kis kehelyből, és akkor van egy úgynevezett mézgyomra, ami a gyomor előtt, tulajdonképpen a gyomor előtt van, és akkor ez egy kis mézhólyag tulajdonképpen, amiben tud vinni, ezt a nektárt el tudja vinni. Na most ez a nektár, ez nem csak a kaptárba jut, mert ő neki ugye üzemanyagra is van szükség, amit ebből nyer, és ebből ő használ el. És van egy garatmirigy, amit mikor beszívja magának a kis nektárt, ezeket enzimeket ad a mézhez, amik tulajdonképpen lebontják az összetett cukrokat a mézben. Ezért van zömmel fruktóz és glukóz a mézben, ami egyszerű cukrokat tartalmaz. Vannak összetettek is, de zömében egyszerű cukrokat tartalmaz a méz. És akkor ezt szépen belepumpálja a lépbe, azt ventilálják, szárítják, este lehet hallani, hogy zümmögnek a méhek, nagy búgásban vannak. Ha nagy búgásban vannak, akkor azt lehet tudni, a méhész már a szakember tudja, hogy itt most jó hordás volt, jól gyűjtöttek a méhek. És akkor azt kipeárologtatják, és szépen egy kis viaszfedővel, mikor már megérelték, kiszárították, akkor azt ők lefedik egy kis viaszfedővel, hogy az már többet párát ne kapjon. Minden savanyodjon meg. Nagyon takarosak, így ahogy jó hallgatni ezt a mesét. És aztán ezt szokták kipergetni, vagy az mit jelent a pergetés? Mert ezt a műszót hallottam a méhészettel kapcsolatban. Így van, a pergetés. Hát régen ugye kasokba méhészkedtek, és akkor a kasokat átdobolták egyik kasból a másikban. A kasok az különböző dolog, vagy ékényből, vagy vennyigéből, sára kitapasztott vennyigé volt a kas. Átdobolták egyikből a másikba, a méhek elhagyták a kaptárt,
a lépeket kivágták, a fiasítás, tehát az utódneveléses részeket, azokat általában nem volt, hát voltak majd később így feldrótozták, de általában ezekkel nem kezdtek semmit, hanem újra települt a mély családdal a Kas, és akkor ők húztak majd lépet, és kezdték újonnan az utódnevelést, és akkor a mézet meg, ami felső részében volt, azt szépen kivagdalták. Most ugye, ahogy modernizál, ahogy gondolkodott az ember, feltanálták, hogy kereteket csinálnak neki, és abba építette a mély a lépeket. Azokat majd jöttek az újítások, hogy be is drótozták, hogy mikor a pergetőbe teszi, akkor ne vigye ki, ne törje ki a lépeket a centrifugális erő. És akkor ezeket betesszük ilyen pergetőkben, megforgatjuk, és a centrifugális erőtől szépen kihajtódik az oldalára, és szépen belefolyik az edénybe a méz. Azt arról volt szó már a műsor elején, hogy az első találkozás, de nem az igazi szerelem, az egy mély csípés volt. Most, hogy ilyen sok mély veszik körül, szokták-e megcsípni, és ezt hogy viseli? Volt egy időszak, mikor ennél a Lajos bácsinál dolgoztam, ő akkor, hát akkor egy új dolog volt, egy új terméket gyűjtöttek, az a mély méreg volt. És ezt a mély mérget fent a hegyekben voltak a méhek, hát jöttek, mentek a felhők, és nagyon fel tudja őket izgatni ez a szerkezet, amivel szedik a mély mérget, és hát akkor, hogy vettük, meg méhészkedtünk is közben, azt hiszem talán valami 64-et számoltam meg, ami napi szúrás volt. Jézus! És azóta nem is számoltam, szoktak, szerintem talán azóta nem is hiszem, hogy ennyi egyszerre. Megszúr, pedig volt már, hogy kiborult a kaptár, vagy felbukott, vagy leesett az autóról, és akkor össze kellett valahogy kaparni. Ez volt talán, ami annyira hangsúlyos volt, hogy de akkor még úgy izgatott, hogy mennyit tudok én kibírni, de hogy 64-et már akkor kibírtam, úgy azután már nem nagyon idegesített, hogy utána mennyi. Most már úgy még tavasszal elkezdek egy kicsit puffadni, a csíp és bepirosodik, de későbbiekben már a nyáron nem is veszem észre, hogy hol is szúrt meg, csak addig a pár másodpercig, míg a szúrás kapom. Van-e valamilyen különbség a között, ami, mit tudom én, ezelőtt 10 évvel volt méhészkedés terén, és most lehetőség van méhészkedés terén? Hát a lehetőségek szűkültek és bővültek. Tehát vannak olyan területei a méhészetnek, amik beszűkültek. Ugye a biodiverzitást, ami ugye manapság nagyon divatos szó, ezek sajnos főleg a nagyobb mezőgazdaságilag fejlettebb területeken, ahol intenzíve mezőgazdaság folynak, mi nekünk ezek a zöld sivatagok, úgynevezett zöld sivatagok. Ugye itten nincsenek, csak bizonyos kultúrákban, ha kapunk mézelő növényt, ugye most már nekünk pár 6-8 éve bejött a repce, az intenzívebben, az előtt nem nagyon volt. Most már a repce is tavasszal tudjuk, tehát itten nyitottunk egy lehetőséggel, kaptunk egy lehetőséget. Többre igaz, hogy sajnos ezt is egy intenzív vegyszerezés kísérés, sokszor vannak vitáink a mezőgazdászokkal, de leginkább a napraforgó szokott betenni nekünk, mert ott rettentő pusztulások vannak. Tehát ott a kaptár előtt hatalmas pusztulások vannak. Valószínűleg tehát a szakma azt mondja, csávázószerek. Vannak bizonyítékok rá, nincs összehal. Most be is tiltották, azt hiszem talán Románia az egyetlen kivétel, aki bizonyos kultúrákban megengedte ezt a neonikotinoidoknak nevezett csoport rovarölőit. És tehát ezek nagyon, valószínűleg ezek nagyon be tudnak rondítani a méhészetben, rettentően. Tehát meglátszik, hogy amit a fentről a hegyekből hozok le betelelni, azok mennyivel kövérebbek, mennyivel egészségesebbek a méhek, mint amit itt az Alföldön lehozok a napraforgó mézelésre, és azok mennyivel jobban elkopnak és kevésbé
mert ugye kialakulnak ezek a monokultúrák, nincsenek más virágpor lehetőségek, és ugye nekünk is embereknek az a lényeg, hogy táplálkozásban nagyobb diverzitást vigyünk, tehát ne csak egy oldalú, mert lehet kaviárt is enni, meg lehet rántottát is enni, de ez mind egy oldalú. Igen, lehet halni mellette, igen. A zöldségeket, a gyümölcsökkel nem keverjük, akkor az egy oldalú lesz. Tehát hiába értékes, de az csak egy oldalú, és akkor már értéktelenné válik. Volt már nagyon rossz tapasztalata ilyen téren? Hát hál' Istennek még annyira nem, mert voltak már olyan méhészek, akiknek hát szinte el is pusztult a mélyállomány, még a telelés előtt. Olyan is volt, aki olyan napra forgóra ment rá, ahol nem csak hogy nyitta a bogarat, de még nem is mézelt. Tehát ott hagyta őket, 2-3 nap múlva visszament, és a mély is eltűnt, mert kiment ugye, hogy hoz napra forgó mézet, gyönyörűen virágoztak a forgók, és éhen kellett, éhen jöttek volna haza a méhek, de volt, amíg haza se ért, mert nem vitt ki annyi üzemanyagot, amivel haza is tudott szállni, úgyhogy volt, hogy 3-4 keretre, tehát nagyon, tehát töredékére összeestek a mély állományok. Volt, ismerősöket tudok, nekem még hál' Istennek ez nem jött be. Érhangja.ro/rádió. Szóval akkor mégiscsak jobb a méheknek is, meg a méhésznek is, hogyha legeltetni viszi a méheket, és nem a közvetlen környezetében próbál meg mézre szert tenni? Igen, hát én rengeteget, mint említettem már, rengeteget viszem őket, egész torda mellé próbálom felvinni őket. Nem mondom, hogy közelebb nem lenne, csak az ismeretségi köröm által én ezeket a helyeket jöttek úgy szembe, úgymond, és viszonylag ottan már, olyan távolban kicsi helyeket kell, nem kell akkora nagy helyeket költözni, de például ott oda szoktam vinni második és harmadik akácra, mert ottan, ahogy hűvösebb a klíma, úgy később virágzik az akác. Aztán majd ott hagyom, akkor vannak ilyen vegyes virágmézek, például volt egy, mikor még az elején jártam fel, még akkor is a kis kombidácsiával, meg egy kis utánfutóval próbáltam kínlódni néhány mély családdal, és akkor hát akkor még úgy nem tudtam hetente vagy naponta felmenni, vagy másodnaponként a méheket meglátogatni, és hát ugye az akác után rögtön nyílik a kapufű. Na és hát én felmentem, 2 hét múlva meg volt hordva a kaptár. Hát mondom, ez kapufű. És akkor én nekem ez egy ilyen típusú méz folyt be a köztudatba, hogy én nekem kakukkfű mézem van. Aztán majd tanálkoztam egy helybéli volt erdésszel, nyugdíjas erdésszel, aki ő is hajdanán 10-20-30 családokkal foglalkozott, és azt mondta, hallod, komám, az nem kakukkfű, hanem zsálya méz. Na igen ám, de ha már ez így került be a köztudatba, hogy kakukkfű méz, akkor már mindenki a kakukkfű mézet kereste, mert annak volt egy különleges aromája, íze, és akkor ez maradt kakukkfű méznek, tehát nem kakukkfű méz. És akkor ez volt, hogy tehát ott nagyon változó a klíma miatt, hogy vagy esősebb, vagy száraz, vagy mikor süt a nap, ezek a tényezők nagyon behatárolják ennek a zsájának a virágzási ciklusát, vagy mézelését, és akkor volt, hogy olyan évem, hogy abszolút nem pörgettünk semmit se róla. Aztán más évben már egy kicsit mással is keverték, de volt, hogy kiérződött a kakukkfű. Hát azt is el lehetett még adni kakukkfűnek, mert hát érződött benne az az aroma. A kakukkfű, ami tulajdonképpen zsája. Igen. És melyik a legkelendőbb méz azok közül, amiket... Hát főleg az akác. Az akác, és úgymond a vegyes. De hát ez a vegyes is, ez a vegyes, ez nagyon sok mindent takarhat, ez a fedő, ez minden edényre illethet. Én a hegyekben, tehát itt még feljebb szoktam menni, a június 15-20-án ott már fennjárok az úgynevezett maciknál, mert ott már medve is jár. Bár eddig még nem
fogtam ki, csak a tavaly volt az, hogy öt kaptáromat felborogatott a Marci. Épp akartam kérdezni, így hogy megdézsmáltak-e. Egyet azt meg is evett, hál' Istennek nem éppen a legerősebb volt, de a másik négyet azt szépen felborogatta. Hát volt, amit részében, volt, amit egészében meg tudtam menteni, de ez egy olyan történet volt, hogy építkeztünk sógorommal, a cserepet igazítottuk a háztetőn, telefonál a néni a szomszédból, ahol fenn voltak a maciknál a méhek, hogy jöjjek, mert a falubériek mondták, hogy fel vannak borogatva a kaptárok, a maci felborította. Na, mondom a páromnak, ebédelek, egy kicsit pihenek, aztán megyünk, hát nagyon meleg volt. Beültünk az autóba, elkaptunk egy nagy dugót Királyhágon, ott másfél óra hosszát. Akkor én már kiszámoltam, hogy jó világos előtt még odaérünk, kényelmesen be tudjuk őket, el tudjuk őket útra készíteni. Hát nagyon alkonyodott. Tehát inkább már alkonyat után voltunk. Iszonyatosan féltünk. Tehát én próbáltam, eszembe jutott, hogy a maci az fél a hangos kiáltásoktól, és akkor kúrjongattam. Aztán mondtam a páromnak, hogy ne félj, szóltam neki, hogy készüljön fel, mert kúrjantani fogok. Aztán kúrjantottam. Aztán egyszer elfelejtettem neki szólni, aztán úgy megijedt... Kúrjantástól? Hogy majdnem összecsinálta magát. De hát én még olyan gyorsan nem pakoltam fel mélyeket, mint akkor ott azt az 50 család, 50 kaptár. Hát főleg ugye, hogy mennyi mindent lehet hallani ezzel kapcsolatban is az utóbbi időben, hogy a mackó támadások, hát igaz, hogy nem... Igen, csak az a helyzet, ugye a mackó az ízt kapott, és akkor neki az egy könnyű préda volt, mert nem védte senki, tehát lehetett számítani rá, hogy ő meg fog jelenni. Tehát ugye elmúlik a megéhezik, és tudja, hogy hol lehet jól lakni, és akkor szinte kiszámíthatónak véltem, vagy lehetett vélni, hogy ő vissza fog jönni, és akkor a következő kaptárt veszi célba, és hát tehát ez ott munkált bennünk, hát ki voltunk mink világítva, tettem én ilyen tapadós lámpákat, meg stb., ki voltunk mink világítva, de hát annyira nem vagyunk a macival ismerősök, hiába én is medve vagyok, de rokonságban nem állunk, meg hát nem is tudtam velek egyeztetni, és így hamar felpakoltuk. Tehát az hál' Istennek nem lett baj. Nem lett baj, de na, ez nekünk egy nagyon emlékezetes év volt, hogy így a macival is megjártuk, meg hát ott a nagyon, tényleg nagyon féltünk, tehát ott egy zapszemet nem lehetett volna. De akkor idén mégiscsak visszaviszik oda? Hát töröm a fejemet rajta, mert ugye maga a zóna az nagyon jó, tehát maga az, hogy ott a sípája körül rettentően nagy a biodiverzitás, sokkal jobb minőségű mézet tudok pörgetni, ízre, aromára, tisztaságra, ugye ott nem kell félni, hogy különböző szermaradványok vannak benne, és sokkal jobban egészségesebbek a méhek teleléshez. És most gondolkodok rajta, hogy valami, vagy már abban is gondolkodtam, hogy valami vas szerkezetre felveszem őket, vagy van a villanypásztor. Ezt még utána érdeklődök már a székely kollégáktól, hogy mennyire hatásos, mert azt is hallottam, hogy nem annyira hatásos, de aztán majd meglátjuk, hogy mi fog dönteni. Tehát valami ebben gondolkodok, hogy ezt megint meg kellene ugrani, ezt a macis témát. érhangja.ro/rádió Nagyon sok mindent lehet hallani a méhekkel kapcsolatban az utóbbi időben, meg a méhészettel kapcsolatban. Hogy látja, mi a jövő útja a méhészetnek, vagy a méheknek? Jelen pillanatban elég kilátástalan a helyzet, mert annyira lenyomták a világpiaci árak. Tehát az a méz, amit mink eladunk a kereskedőknek, az külföldre megy enzőmében el. És azoknak annyira alacsony az ára, hogy önköltségi áron alul adhatjuk el. Tehát azon már, ha én nekem nem lenne például egy kis otthoni elcsomagolt mézem, amit szépen kicsomagolva, kiszerelt kilós mézekből nem tudnék egy kis jövedelemre szert tenni,
akkor mondhatni az is, hogy lehetne nyugodtan bezárni a boltot. De hál' Istennek ez egy kicsit úgy még fenntartja az embert, viszont azok a nagyon elkeserítőek, ezek a világpiaci árak, amik most Európát sújtják. Hát ez volt azt hiszem 12-ben Amerikában, ahol a negyede maradt az állományoknak, mert akkor is a kínai méz ellette az amerikai piacot, akkor hozott be az amerikai kormány egy vámot, ami megvitte az amerikai mézet a kínai mézdöppingtől. Na most a Kína a világpiac egy harmadát termeli meg, tehát nekik rengeteg mézek van. Az Unió 250 ezer tonna mézet importál, aminek jó része kínai méz. Na most a kínai mézzel azt kell tudni, hogy nem lehet tudni, hogy az virágról van, vagy azt legyártják, vagy az hogy kerül, sőt még azt sejtjük, hogy az ukrán mézbe is egy kicsit belekeveredik, mert az ukrán méz az annyira nem lenne rossz, de viszont ők is ugye 2-3-400 lejes fizetéssel, meg 1-2 lejes üzemanyagára sokkal hatékonyabban tudják az olcsó mézet előállítani, mint mink az 5-6 lejes üzemanyagárak mellett. Tehát így vándorolni nagyon nehéz. És hát jelenleg a méhész kollégák összefogtak, és már volt 2-3 hete Brüsszelben, Párizsban, és azt hiszem talán Amsterdamban volt még egy ilyen tüntetés, ahol próbálták felhívni az európai döntéshozóknak a figyelmét, hogy erre oda kellene figyelni, valamit kellene tenni azban, hogy védjük az itteni méhészeket. Hát ez főleg a magyarok propagálják, hogy az lenne a leghatékonyabb, hogy a méz úgy kerülne a polcokra, hogy követhető legyen, hogy honnan, ki gyártotta, ha keverték, akkor ki mennyit tett bele, és milyen arányban. Tehát, műmézekről beszélünk hát most, ugye olyan mézekről, amiket szintetikusan állítanak elő, ez a műméz akár, tulajdonképpen? Hát, például Kínában ottan behordja a kaptárba mély a mézet, és van, hogy például cukornádültetvényekre hordják el a méheket, vagy innen vannak a nagy pörgetések, vagy pedig úgy, hogy még nem is érlelik be a méhek a mézet, nem hagyják, hogy beérleljék, hanem már rögtön pergetik ki, és azt a híg, szinte cseppfolyós mézet gépekkel sűrítik be, és hát ezeknek sokkal gyatrább a minősége, mint a méhek által feldolgozott méz, és persze sokkal rentábilisabb, sokkal hát meg a kínai költségek is, ugye ottan azért az emberi erő még azért csak olcsóbb, jobban elő tudják ezt, költséghatékonyabban tudják ezt előállítani. De inkább az van, hogy amit ott már nem esznek meg, mert a jó méz az ott is kell, sőt én is beszéltem már itt kínai kereskedőkkel, akiknek jó méz kellett volna. Tehát Kína nem csak egy nagy méz exportőr, hanem egy nagy fogyasztó is. De ők csak a jó, tehát ott is megvan, tehát egy ilyen nagy országban azért több száz millió azok, akik meg tudják engedni, hogy jó minőségű mézre költsenek. És tehát azért több száz ezer vagy több száz millió ember azért fogyaszt egy bizonyos mennyiségű mézet. De viszont tehát onnan már jó minőségű mézet nem tudunk kapni, onnan csak a nagyon-nagyon silány minőségű mézek tudnak bekeveredni Európába. Hát itt is van, aki meg van elégedve a silány minőséggel is, neki az a lényeg, hogy olcsó legyen az ár. Na most, de evel sincsen semmi gond, hanem kell tájékoztatni a vevőket, hogy ez most azért olcsó, és nem azért olcsó, mert Medveferi olcsóban tudná előállítani valamilyen oknál fogva, mert átállt szamaritánosnak, és ingyenben is tudja előállítani. Értem, vagy érteni vélem. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és
mindenkinek, aki nagyon jó minőségű mézet szeretne enni, venni, ajánlom, hogy keressen meg önt, és valószínű, hogy nagyon jó minőségű mézhez juthat. Én mindig azt szoktam mondani az embereknek, hogy nem az a lényeg, hogy én tőlem veszik meg. Az a lényeg, hogy egy olyan embertől vegyék meg, akiben látják azt a becsületet, hogy nekik egy jó terméket tud a kezükbe adni. Tehát legyen egy személyes kötődés ahhoz, aki előállítja a mézet. Nem az a lényeg, hogy én tőlem vegyék meg, persze én is örülök, ha hozzám jönnek, de az a lényeg, hogy legyen egy személyes kapcsolat azzal, akitől megveszik azt a mézet. Mert tehát azt az embert lehet szidni, lehet dicsérni, annak van egy lelke akkor annak a terméknek, mert kötődik valakihez. Én a polcról leemelhetek üveget, de nem tudom, fogalmam nincs, hogy honnan jött elő, addig míg azt majd tisztességesen fel nem vezetik rá. Értem. Még azért van bennem egy kérdés, és nem szeretnék fölötte átsiklani. Ugye mesélte, hogy ön hogy került a méhekkel, meg a méhészettel kapcsolatba. Itt most a közvetlen környezetében, Székelyhídon, van-e olyan lelkes fiatal, aki esetleg odaállhatna ön mellé, úgy, mint ön annak idején az Imre bácsinak? Lajos bácsi mellé odaállt. Sajnos a pályázatokkal nagyon felhígult a szakma. Tehát az uniós pályázatokkal nagyon felhígult a szakma. Rengetegen elkezdtek méhészkedni. Rengetegen elkezdtek az internetről méhészkedni. Sőt, még olyanok, akik azt tartják magukról, hogy nagyon jó szakemberek, olyanoktól is hallok elszólásokat, hogy nagyon mellé tudnak technikailag lőni a méhtartásnak. Megmondom őszintén, bezárkóztak a méhészek ezelől, hogy az utódoknak átadják ezeket a tudásokat, mert a fiatalok sem, tehát nem látok már annyi alázatot a fiatalokban, mint például én, hogy párbanért, vagy valamiért elmenjenek és méhészkedjenek. Vagy akár dolgozni, mert nem muszáj méhészkedni, vannak más szakmák is, amik csak nem látom azt a mostani fiatalokban azt a teherviselést, vagy áldozatkészséget, vagy alázatot, ami annak kell, hogy elsajátítson egy szakmát. Mert ennek is van kis csínya bínya ennek a szakmának, nagyon meg lehet botlani ebben a szakmában, lehet jókat is fogni, de viszont tehát most nincs az a kötődés a régi generáció és az új generáció között. Kezdenek most is fiatalok bele, látnak benne lehetőségeket, nagy pályázati lehetőségek vannak, rengeteg pénzt adnak az embernek, és ugye a mostani anyagias világ elsősorban a pénzt nézi, és nem az, hogy mit kell tenni a pénzért. Én nem sose, tehát pályázatban nem vettem részt, én meg tudtam pályázatok nélkül is állni a lábamat, szerintem megfogom ezután, és nem mondom, hogy nem jó lenne, csak a pályázatok nem azoknak szólnak, akik jelen pillanatban én úgy érzem, lehet ez egy rossz gondolat, hogy nem azoknak szólnak, akik tiszta lélekből, meg becsületből dolgoznak, hanem próbálnak minél több fiatalt bevonni, hogy minél több adófizető legyen az államnak, és tehát itt egy kicsit úgy elvesztem, mert nem látom azokat az eszközöket, ami a cél mellé pont jó lenne. Hát ezt sajnálattal hallom, viszont én remélem, hogy azért akadnak még olyan fiatalok, akik szívvel, lélekkel mellé tudnak állni egy jó ügynek, meg egy jó szakmának. És hogyha akad ilyen, akkor szerintem, ha tiszta szívvel, lélekkel fordul önhöz, akkor valószínű, hogy el is fogadja, és átadja azért a szakma csínyát, bínyát. Akkor még egyszer köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak köszönöm a türelmet, és ne felejtsetek el keresni bennünket Facebook oldalunkon, Instagramon is jelen vagyunk, sőt, okostelefonon, Spotify-on is hallgathatóak vagyunk.
Mindenkinek szép napot kívánok. Rupárcsics Judit Csilla voltam. Én pedig Medve Ferenc. Ez a Rádió Ér értágító című podcastje.